És itt van velünk Forgács Imre, volt igazságügyi és rendészeti miniszter, közigazgatási szakember. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! És kezdjük azzal, ugye itt a választási kampány, mik legyenek a kampány témák, vagy mi az, ami fontos és érdekli a népeket is. Ön szerint lehet ilyen az Európai Unióhoz fűződő viszonya az országnak? Igen, én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartanám, és hadd kezdjem azzal, hogy számomra nagyon örvendetes dolog, hogy ezt azért az ellenzéki pártok is felfedezték már, hiszen ugye ez nem kell nagy felfedező képesség. A ma reggeli beszélgetésben már szó esett róla, ugye hallgattam Karácsony Gergellyel a szerkesztő beszélgetését, és ugye ő is utalt arra, hogy hát lényegében létezik egy közös ellenzéki minimumprogram, és ennek egy fejezete az Európai Magyarország. De nekem az a véleményem, hogy ez nem egyike a programoknak, vagy egyike azoknak a témáknak, amelyekkel az ellenzéknek foglalkoznia kellene, hanem ezt sokkal markánsabban kellene megjelentetni a mindennapi kommunikációban. Tehát én ezt egy kiemelkedően fontos kérdéskörnek tartom. Azt szokták mondani, hogy az érzelmi kérdések érintik meg igazán az embereket, utálj mindenkit, aki, meg ami közvetlenül a bőrükre megy, hogy, és kész, hogy ezekből lehet kampánytémát csinálni. Az, hogy Európa, meg izé, ez egy olyan, utána ez két szóban nem magyarázható el, ez legalább három vagy négy szó kell, vagy esetleg mondat is, hogy ezt már nem lehet megcsinálni, ebből nem lehet, mit, hogy mondják, ezt jelszót fabrikálni olyan egyszerűen. Igen, de én mindig azért érzem egy kicsit kevésnek azt, amit Európában mondanak az ellenzéki pártok, és egyáltalán egy kicsit az az érzésem, hogy a közbeszéd nálunk túlságosan belpolitikai irányult, tehát elsősorban a hazai kérdések, és most nem akarok olyan bulváros dolgokat mondani, hogy hát napokig képes a média azon elrágódni, hogy most Orbán Viktor éppen mit mondott, és ez, hogyha európai dimenziókban nézzük, akkor ez egy súlyos aránytévesztés. Tehát természetesen én nem akarom lebecsülni, hogy egy uniós tagállam miniszterelnökének a megnyilatkozása az fontos, és ugye arra odafigyel a nemzetközi sajtó. Tehát lassan ugye az a benyomása támad az embernek, hogy az Európai Unió stratégiáját azt Magyarországról fogják alakítani és formálni, és hát ugye egyik-másik nyilatkozat az hát már-már mosolyogtató, amikor hát ilyen aránytévesztést látunk. Hát ugye ezt nem szabad elfelejteni, és ezzel nem mondok senkinek újat, hogy Magyarország sem gazdasági erejét tekintve, sem politikai befolyását tekintve nem tekinthető egy jelentős uniós tagállamnak. Természetesen ugye az Európai Unió egyik nagyon fontos ismérve, hogy ettől még minden tagállamnak ugyanazok a jogai vannak. Ezt látjuk is, hogy ebből van is baj. Igen. Hát igen, ez egy kérdés, hogy kinek fontos az Európai Uniós mondjuk egy tagság, mert hogy Magyarország a nem tudom én 1%-át sem adja, azt hiszem az Európai Unió össztermékének. Kevesebb, mint 1%. Igen, tehát így kerekítési határon van, és mikor itt azt mondják, hogy de milyen jól jártak, mert micsoda piac nyílt itt meg, akkor azért ez ország, és csak kussoljanak és fizessenek, akkor egy ilyen mértéktartással kell azért ezt kezelni valószínűleg. Igen, szóval mindenképpen itt az arányokat egy kicsit jobban kellene látni, és hát ugye az pedig kifejezetten kár okozás, ami ugye az Európai Unióval való ilyen állandó csatározás is. Rendkívül agresszív megnyilatkozások, és ugye én inkább ezt egy ilyen vagdalkozásnak érzem, hát hogy ugye nem menjek messzire most a sokat idézett Köcsei beszédnek az a kitétele, hogy mi tartjuk a gerendát ugye utolsóként. Ha az ember ugye ezen a, hát mondjuk így kocsmai szinten akarna erről beszélni, és ettől én óvnám az ellenzéki pártokat, akkor azt kellene mondani most az aktuális helyzetben, hogy hát azért kell tartani a gerendát, mert ugye kirúgtuk a ház oldalát, és hát veszélyes az a helyzet, hogy a tető esetleg a fejünkre szakad, de hát szóval nem ezt tartanám, ezt a szintű kommunikációt, ugyanis az Európai Unióban, hogy akkor egy kicsit közelebb kerüljünk a lényeghez, én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy
rendkívül sokan elégedetlenek, balli oldalon is, mondjuk így, most magamat is beleértve, hogy sokszor türelmetlen vagyok, és nem értem azokat a tétovázásokat, gyengeségeket, ami például most a jogállami ügyben naponta tapasztalható, hogy itt nagy reményeket fűztünk ahhoz, hogy az Európai Parlament összeszedi magát, és rákényszeríti az Európai Bizottságot a cselekvésre. Ez még teljesen, ez a lehetőség nem múlt el talán. Ez nem múlt el, de ugye itt is halasztásokat láttunk, ugye most kiadták a jogi bizottságnak a kérdést vizsgálni, az 3 hónapos határidőt. És az Parkinson óta tudjuk, hogy valamit egy bizottság megkap, akkor nem lesz jó vége. Igen. De ennek ellenére, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ennek ellenére én látok az Európai Unióban olyan mozgásokat, és ez az elmúlt néhány évnek az eredménye, ahol nagyon súlyos válságokkal kellett megküzdeni, ami kifejezetten az erősödés, az integráció mélyítése irányába hat, ugye erre ezt a szakkifejezést használják az uniós terminológiában, hogy az integráció mélyítése. Hadd mondjak erre néhány konkrét példát, hogy mire gondolok, hogy az Európai Unió rengeteg baja és a rengeteg jogos kritika ellenére erősödni látszik az elmúlt években. Az egyik ilyen, hogy én nem gondolom, hogy illendő nyilvánosan ezt hangsúlyozni, de hát végül is az Európai Unió a Brexitből elég jól jött ki. Na tehát, de jó, lehet, hogy elég jól jött ki, de azért jobb lenne a helyzet, ha ez nem következik be. Igen, nem? De ugye ez egy egyoldalú döntés volt, tehát az Európai Unió komoly erőfeszítéseket tett végül is a Brexit megakadályozására, ez nem sikerült, és én úgy gondolom, hogy ezt nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy itt gazdaságilag eltérő nagyságrendekről van szó, tehát nem véletlen, hogy mondjuk a The Economist úgy fogalmazott, hogy Nagy-Britannia elveszítette az Európai Uniót. Na most, hát itt nem szeretnék számokban részletesen elveszni, de azért látni kell, hogy Nagy-Britannia gazdasága az nagyobb mértékben függ az Európai Uniótól, mint viszont. Tehát ugye 2 számot azért lehet mondani, hogy az Európába irányuló brit export az összes exportnak olyan 40-valahány százaléka, az import, tehát az Európából érkező import, az pedig 50% fölött van. Tehát ugye ezek nagyon fontos számok, és ezek nem is fognak változni. Hát napi hírekben hallunk arról, hogy áruellátási problémák vannak Nagy-Britannia különböző részein. Hát ez néhány évvel ezelőtt ezek hihetetlen dolgok voltak. Hát biztos ezen úrrá lesznek. Csak az ütöttem meg a filmet, hogy mondta, hogy az Európai Unió tulajdonképpen ezzel erősödött, hogy szokták azt mondani, hogy ha Magyarország és mondjuk Lengyelország kiesne valahogyan az Európai Unióból, aminek nyilván semmiképpen nem drukkolunk, akkor ettől az Európai Unió erősebb lenne, mert 2 ilyen antidemokratikus rendszerrel kevesebb lenne, kerékkötővel kevesebb pontosan lenne. Pontosan így van, és én is erre utalok, hogy a britek állandóan élen jártak az akadékoskodásba, a kerékkötésbe. Tehát az, hogy mondjuk, mit tudom én, John Major úgy kommentálta annak idején az euró gondolatát, ami ugye szerintem az Európai Unió egyik legnagyobb vívmánya, hogy ez érdekes, mint egy esőtánc, és körülbelül annyi haszna van. Na most, tehát ez ott a brit alapállás. Ennyit a brit humorral. Igen, de mondanék más példát is, hogy én úgy gondolom, hogy az Európai Unió a COVID elleni harcba, ami ugye hát 1,5 éve mindent meghatároz, végső soron sikeres volt, bármit mondanak a populisták. Hát most egyetlen egy aspektust hadd emeljek ki, hogy a vakcina beszerzésnek az a módszere, hogy az Európai Unió több milliárdos tételben tárgyalhatott a gyártókkal is. Ugye hát ez egy egyszerű közgazdasági összefüggés, hogy ha több milliárd lakosra vagy adagra adunk megrendelést, akkor az lényegesen olcsóbb, mint hogyha a tagállamok egymásra ígérgetve próbálnak alkudozni. Hozzá kell tenni persze, hogy így az árból nem nagyon lehet visszakérni, ugye, ha 2 oldalú betelés van, akkor sokkal egyszerűbb.
Hát ilyenkor kell bevetni a kínai vakcinát, meg a lélegeztetőgépet. Hát, na de ezeket nem, láthatóan nem akadályozta meg az Európai Uniós tagság, most nem is valami szervezeti megakadályozásról beszélek. Hát hogyha, most én nem tudom, hogy persze voltak-e nagy közvetítői jutalékok a kínai vakcina, meg mi ez, lélegeztetőgép meg izénél, de ha voltak is, meg le lehetett nyúlni azt, ha lettek volna, akkor le lehetett nyúlni azt a pénzt végül is, tehát ilyen szempontból az Európai Uniós tagság nem akadályozza meg a pénzszerzést. Igen, de én úgy gondolom, hogy az a politika, amit most a vakcinapolitikát nevezzük így, az Európai Unió ugye kezdettől a szolidaritásra épült, tehát a vakcina beszerzése, elosztása, stb. De ne ragadjunk le ennél a témánál, én nagyon nagy dolognak tartom is, részben a válság hatására következett ez be, hogy éppen a vírus évében, tehát 2020-ban, amikor ugye betört és tombolt ez a szörnyűség, akkor két olyan dologba sikerült egy nagyon komoly előrelépést elérni, ez az egyik az eurókötvény ügye, ami ugye azt jelentette, hogy a sokat emlegetett 750 milliárdos helyreállítási alap az az Európai Bizottság által felveendő hitelből finanszírozódik. Ezt hadd mondjam egy egész röviden kitérve rá, hogy ez azért egy történelmi tett, mert ugye eddig elsősorban a németek és a nettó befizetők nagyon tiltakoztak ezzel ellen, mondván, hogy hát mi ne finanszírozzuk a lusta görögöket és hasonló, tehát ugye azok, akik nem gazdálkodnak. Igen, de bocs, hogy ezt nem csak smucikságból mondták, hanem van egy olyan közgazdasági elmélet, hogy ahova sok segély érkezik, ahol könnyű pénz lesz, ott nem fog természetes módon alakulni a gazdaság, és később ennek nagyon súlyos ára lesz. Tehát, hogy talán ennél ez bonyolultabb, mint hogy igen, nekünk van pénzünk, nekik meg kevesebb, nem adunk nekik, mert... Bonyolultabb, és elsősorban azért bonyolultabb, és erről sokkal kevesebb szó esik a sajtóban, mert az európai közös valuta, ami egy nagy vívmány és óriási előnyei vannak, most én ezt nem sorolnám, de ugyanakkor van egy olyan tulajdonsága is, hogy azáltal, hogy közös az árfolyam, tehát egyetlen tagállam sem változtathat az árfolyamon egyedül, ebből következően van egy sajátos újraelosztó funkciója. Tehát egy nagyon egyszerű közgazdasági összefüggést hadd mondjak. A német gazdaság, ugye, ami Európa motorja, olyan óriási kapacitásokkal rendelkezik, hogyha ő nem az eurót, hanem a márkát használná, akkor a márka az már sokkal erősebb lenne, tehát erősödött volna. Tehát nekik az közös euró árfolyam az rendkívül kedvező, mert tulajdonképpen export ösztönző hatása van. A görögöknél fordítva a közös árfolyam az egy fordított hatása van. A görögöknek az lenne az érdekük, hogy leértékeljék a nemzeti valutát, hogy jöjjön több turista, ugye hát a görög gazdaság közismerten erre épült. Nekik ugyanaz az euró árfolyam kedvezőtlen. Na most azok a viták, amik vannak, és ezek nagyon fontosak, hogy legyen költségvetési unió, tehát legyen közös európai költségvetés, már most az euróövezet számára, ez éppen azt jelenti, és ennek az az értelme, hogy legyenek olyan transfer lehetőségek, amelyek ezt a belső elosztást kiegyenlítik. Na de amikor Matolcsi György azt mondja, hogy Magyarország ne csatlakozzon az Európai Unióhoz, éppen azzal érvel, amivel ön azt mondja, hogy a magyar gazdaságnak nagyobb a mozgástere, hogyha az árfolyampolitikával, és már látjuk az inflációval, ezzel azzal tud játszani. Felveszünk nagy hitelt, csinálunk egy kis inflációt, hopp, már el is ment egy része. Tehát, hogy a gyengébb gazdaságok ráfizetnek, vagy könnyebben ráfizetnek erre a közös valutára, mint az erősebbek. Én úgy gondolom, hogy Matolcsi úr megszólalásai azok rendkívül szórakoztatóak, de... Ő a Nemzeti Bank elnöke. Igen, tehát tudom. Nem a bohócszak cirkuszbó. Igen, sajnos ez ugye az ország szegénységi bizonyítványa, hogy ő lehet a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Tehát azt hiszem, hogy nem kell nekünk ezt teljes részletességben megvitatni, de azért azt hadd mondjam, hogy a közös valuta az a szegények számára is olyan biztonságot jelent. Tehát ugye számomra nem is kérdés, hogy minél előbb, amikor teljesíteni tudjuk a feltételeket, belépjünk. Például az, hogy nincs átváltási költség, ez egy óriási összeg egy gazdaság egészét tekintve, de még ennél is fontosabb a gazdaság számára, hogy nincs árfolyam kockázat.
Hát tessék belegondolni, hogy a mai bizonytalan világban, amikor egy gazdasági szereplő most köt szerződést jövő évi szállítással, és fogalma sincs, hogy milyen lesz a forint euró árfolyama. Nyerhet is rajta, nem biztos, hogy veszít. Nyerhet is rajta, de természetesen veszített is. Szóval az, hogy az euró az Magyarország elemi érdeke, és annak a minél előbb bevezetése, ez nemzeti érdeke, szerintem nem kérdés. Természetesen a kormány mozgástere azáltal szűkül, hiszen ugye ezeket a különböző egyéni húzásokat, a valuta leértékelés, stb. Ezektől elesik. De hát ez ennek ellenére úgy gondolom, hogy nem kérdés. Majd a mozgástér nagyságára térjünk vissza, mert szerintem ez ennek a vitának egy fontos kérdése. Én, hogy szokták ezt mondani, empirikus tapasztalataim mostanában mondjuk Szlovákiából vannak, amely fejlettségében, csomó mindenben összehasonlítható Magyarországgal, tehát nem Németországgal hasonlítsuk össze, vagy nem tudom kivel. Ott láthatóan nagyon jól működik az euró. Tehát nem ismerem a részleteket, tényleg csak így a hétköznapi életet láttam mostanában viszonylag gyakrabban. Ott nem is, hogy beletörődtek az emberek, hanem hogyha mondanák nekik, hogy vissza a koronát, szerintem nagy felzúdulás lenne. Igen. Mert hogy működik a dolog, miközben például Csehország, ami valamikor mégiscsak az ország másik, ráadásul gazdagabb fele volt, az is elműködget. Igen, de euró nélkül, szóval nem az is egy, az is egy érdekes jelenség egész Európában, hogy még azok az országok is, ahol komoly az elégedetlenség, ugye, amúgy az Európai Unióval, például az olaszoknál, ugye rengeteg kritika éri Brüsszelt, úgymond, ugye ez elsősorban a menekült ügy, magunkra hagytak, stb. A lakosság ott is egyértelműen európárti, tehát nincs tere annak, és nincs lehetősége, hogy a populisták meg tudnák győzni a lakosságot, hogy nekünk nem kell az euró. De hadd mondjak egy másik, ami legalább ilyen fontos a pozitív fejlemények körében, ez a jogállamisági rendelet. Hát 2020-ban jutott el az Európai Unió végül is oda, hogy megszületett az a rendelet, ami az uniós támogatások folyosítását ugye a jogállami feltételek teljesítéséhez akarja kötni, és ez hatályba is lépett. Ez egy óriási dolog, és természetesen mindenkinek igaza van, aki elégedetlen, hogy miért nem léptek már. Hát ugye a hónapok óta zajlik arról a vita az Európai Parlament és a Bizottság között, hogy hát kérem, ez egy hatályos rendelet, mire tetszenek várni. Itt egyébként egy eléggé ellentmondásos helyzet van, mert az Európai Tanács, az állam és kormányfők ugye inkább a halogatás oldalán vannak. Tehát az Európai Parlament az, amelyik sürgeti, szorítja az Európai Bizottságot a cselekvésre, de én úgy látom, és mondom, én is a türelmetlenek közé tartozom, de én úgy látom, hogy ez már elérte azt a szintet, hogy innen nem lehet visszalépni. Tehát heteken belül várható az Európai Uniós Bíróságnak az állásfoglalása, ugye, akik figyelik a sajtó híreket, azok tudják, hogy ugye a magyarok és a lengyelek az egész jogállamisági rendeletet megtámadták az Uniós Bíróságon. Tehát nekik joguk van jogállamiatlannak lenni, röviden így hangzik az indokolás. De ez nagyon hamar változik, ez a helyzet, és hogyha októberben az Európai Unió Bírósága kimondja, hogy igen, kérem, ez az egész jogszerű, akkor az a rossz hírem van a magyar és a lengyel kormány számára, hogy el fognak indulni az eljárás. Na de mire, nem is tudom, az első valami lesz belőle, már megint azt sem fogjuk tudni, miért indult, nem? Tehát, hogy oké, hogy nem erre volt méretezve a dolog, hogy itten ilyen ügyeskedők és akárki kijátsszák a szabályokat, de hát mégiscsak ez van, és hosszú-hosszú évek óta nem tud ezzel igazán mit kezdeni az Európai Unió. Igen, de idáig még eszköz sem volt. Tehát ugye hát ez a probléma. Én jogászként annak mégiscsak örülök, hogy most már van egy rendelet, ugye mégpedig egy olyan, hogy a rendelet az a legmagasabb szintű európai jogszabály, tehát azt nem lehet a nemzeti jogszintjén magyarázgatni, és mondjuk a... Na, magyar... de van erre német alkotmánybírósági döntés, hogy de. A német alkotmánybíróság azt... Tudom, hogy nem erre az ügyre, az de, erre. De mint analógia nem mondhatja erre. Ezt egy ország, hogy ez már ránk nem vonatkozik. De hogyha visszaemlékszik szerkesztő úr, végül is az az egész alkotmánybírósági felvetés, ami ugye az Európai Központi Bank kötvényprogramjára vonatkozott, csendben elenyészett. Uh-huh. Tehát ma már ez nincs napirenden. És igenis, az látható és az eléggé egyértelmű, hogy a nettó befizető országok megelégelték ezt a vircsaftot, hogy kérem, ami adófizetőink pénzét nem lehet ellopni, és tenni kell ezzel ellen. Na most
mindig azt mondom, hogy persze erélyesebben, határozottabban nem lenne szabad állandó kifogásokat keresni, hogy tárgyalunk, de mégiscsak elindult a folyamat, és én úgy gondolom, hogy ez akár heteken belül ebbe egészen komoly fejlemények várhatók. És hogyha én itt a biztató dolgokat próbáltam valamennyire számba venni, akkor hadd mondjak egy egészen aktuális, vagy egészen friss dolgot, hogy én úgy látom, hogy bizonyos értelemben az afganisztáni ügy is jót tesz az Európai Uniónak, hiszen nyilvánvalóvá vált az a szerencsétlenkedést, amit az amerikaiak ebbe elkövettek. Ennek megint nem menjünk bele a részleteibe. Én azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy itt nem az a kérdés, hogy ki kellett vonulni, vagy nem kellett kivonulni, hanem ennek a lebonyolítása. Tehát az, hogy cserben hagytak 100 000-es nagyságrendben olyan segítőket, akik az életüket kockáztatták egy ilyen helyzetbe, szóval ennek a lebonyolítása közigazgatási, adminisztratív értelemben egy amatőr dolog volt, és ez ma már a nemzetközi sajtó mértékadó köreibe közhely, tehát az amerikai sajtót is beleértve, akik abszolút Biden pártiak, és ugye segíteni akarják, hát bocsánat, hogy ilyen példát mondok, de hát a CNN kommentátora valósága kiabált Blinken külügyminiszterre, hogy maguk ezt komolyan gondolták, hogy kihozzák a katonákat, és aztán visszaküldik, hogy az ott maradottakat kimentsék. Hát, szóval az egésznek egészen félelmetes, és attól is félelmetes az amatőrizmusa, hogy hát a világ legjobban felszerelt, legjobban fizetett, legjobban megtámogatott hírszerzés és a többi kapacitásokkal. És tessék megfigyelni, hogy az Európai Unióban újra kezdődik a vita az európai haderőről. Én nem mondom, hogy ez egy könnyű ügy, nagyon nehéz, ez is egy rögös út, és nagyon hosszú ideje folynak viták róla, de elindult a folyamat, és hogyha egy kis szerencséje van a, mondjuk így a balliberális oldalnak, és mondjuk a német választások olyan értelemben kedvezően alakulnak, ugye most a legújabb közvéleménykutatási adatok azt jelzik, hogy a szocdemek feljövőben vannak, tehát egy reménybeli szocdem kancellár, ugye a Macronnal és a Draghival már egy olyan progresszív fordulatot jelenthetne az uniós külpolitikába, ami én úgy gondolom, hogy adna némi perspektívát. Most... Bocsánat, akkor innen folytatjuk majd a beszélgetést Horgács Imre, volt igazságügyi és rendészeti miniszterrel itt a Klubrádióban. Most Báder Tamás elmondja a híreket, aztán Uzsgyi, folytatjuk. Forgács Imre volt igazságügyi és rendészeti miniszter, továbbra is a vendégünk. Szóval Magyarország bárhogy is, de Európa része földrajzilag mindenképpen, hát a keleti része persze, de innen azért mégsem tolható ki Európából, és talán az Európai Unióból sem. Nem? Meg hát azért az minden felmérés azt mutatja, hogy a magyar választópolgárok jó nagy része Európai Unió párti, akármilyen is a Fidesz propaganda ebben. Igen, de én pontosan azt szeretném javasolni az ellenzéki pártoknak, hogy ebben sem csak a Fidesz kifejezetten kártékony Európa politikájáról kellene beszélni, hanem a saját vízióikról, a saját elképzeléseikről. Ugye a beszélgetésünk első részében próbáltunk néhány témát fölvetni, hogy ezekhez kellene valami viszonyulás. Tehát ugye ezek nagyon fontos kérdések, és ugye az ellenzéknek már le van írva az a minimum, tehát hogy mi körülbelül, tehát akarunk európai ügyészséget, de ezeket hangsúlyozottabban, nyomatékosabban kellene elmondani, hogy ennek mi az értelme. Hát többek között az az értelme, hogy legyen egy olyan újabb intézményes csatorna, amelyik akadályozza. Ja, hogy ez részben mondjuk válasz lehetne arra a kérdésre, hogy jó lesz a választás, nyer a mai ellenzék, de Polt Péter elég rendesen oda van szögezve a helyre. Na de lesz egy európai ügyészség, és hello Polt Péter. Igen, szóval én azt gondolom, hogy az a szkepszis, tehát amire ugye sokszor hajlandóak rálegyinteni az emberek, hogy ugyan már hát a politikusok mindig is loptak, ezután is fognak. Ez egyáltalán nem szükségszerű. Tehát én azt... Meg mennyit lopnak? Azt a például, hát ugye egyrészt kezdhetnénk azzal is, hogy mennyit lopnak.
ugye az a, az arcátlanság, ami itt az alapítványba szervezés, a többi, ezek ugye ismert dolgok a napi politikából, ezekre nyilván kell találni jogi megoldásokat, és én nem tartom lehetetlennek, hogy most pusztán abban, hogy alapítványi formában szerveznek ki nagyon jelentős, sok ezer milliárdos állami vagyontömeget, hogy ennek ne lehetne megtalálni a jogi megoldását. Azt mondtam a Hollik István, a Fidesz, nem tudom milyen, szóval igazgatója, hogy éppen azzal mentik meg, hogy mondta, hogy a Gyurcsány kormány idején nagyon súlyos lopások történtek, és kivetve, mondtam, hogy és alapítványok pont éppen, hogy az egyetemek kezébe kerül a vagyon, mondta. Tehát ugye a párbeszédnek, hogy mondjam, nincs sok tere. Tehát mondja, amit... Hát a velük való párbeszédnek tulajdonképpen semmi értelme, ezek arcátlanságok. Szóval azt felemlegetni az elmúlt 12 év után, hogy az előző kormányok is loptak, hát ez tényleg arcátlanság, ezt nem lehet máshogy minősíteni. Igen, mi mondjuk, hát erre nemzetközi dokumentumok tucatjai szólnak, az OLAF jelentésektől kezdve a különböző nemzetközi szervezetek, Európa Tanács, Velencei Bizottsága. Ugye például a jogállamisági rendelettel kapcsolatban az egy állandó visszatérő sztereotípia, hogy hát akkor itt majd önkényesen politikai szempontok alapján fognak az uniós hatóságok dönteni arra, hogy ki az, aki megsérti a jogállami normákat. Ez tételes hazugság, tehát ez nem így van. Ez már a rendelet első változataiba is benne volt, ez egyébként egy több éve zajló folyamat, a jogállamisági rendelet első változata, az 2018-ban már asztalon volt, és abban tételesen le van írva, hogy az európai szerveknek milyen fórumoktól kell intézményes szakmai segítséget kérni, hogy értékeljék az egyes tagállami teljesítményeket ilyen szempontból. Ennek már kiépült az infrastruktúrája, és ennek csak egyik része az európai ügyészség. Itt valamennyi fontos, a számvevőszéktől kezdve, hát erre vannak intézmények, tehát erre nem lehet azt mondani, hogy ezek csak politikai szimpátia, meg kettős beszélnek. Ezek zavaros történetek, és ennek semmi köze nincs a valósághoz. Tehát én nem gondolom, hogy az új kormánynak, és akkor most nézzük ennek egy más dimenzióját, hogy ugye most egy olyan időszakban vagyunk, és én nagyon szurkolok természetesen az előválasztási kampányban az ellenzéki politikusoknak, de ugye ez az az időszak, amikor kétségtelenül ugye az ígérgetések korszakát érjük, hiszen egy versenyhelyzet van, mindenki gyűjti azokat az ötleteket, gegeket, amiket el lehet mondani. Természetes az, hogy ugye itt vannak surlódások, mert ugye meg is kell különböztetni magunkat a versenytársaktól, de ugye ez letisztul reményeim szerint, és sokak reményei szerint az előválasztások után, ugye Karácsony Gergely is beszélt ma reggel erről, igen, és utána az a feladat, hogy ezt közigazgatási cselekvéssé kell formálni. De hogyha már így összejöttünk, hogy egy volt igazságügyi és rendészeti miniszterrel beszélhetek, hogy felteszem, azért ez nem úgy van, hogy vasárnap megnyertük a választást, hétfőn bemegyünk a helyekre, és akkor mindent tudunk, nem? Hanem tudni kell, hogy ki dolgozik ott, kibe bízunk meg, kibe nem bízunk meg, ilyen jogszabályt ide teszünk. És hát a következő kormánynak olyan apró kérdésekre is válaszolnia kell, éppen ma reggel ír, hogy 35 évre kaszinő koncesziót kapott nagy titokban két Orbán Viktor és Orbán Viktor, ami más álneveket használ, de ennek most nincs jelentősége. Mészáros Lőrinc minden héten épít pár száz milliárd forintért, vagy kap egy új vasút, én mit tudom, én micsodát. Hogy mit lehet ezekkel kezdeni? Mert egyrészt lehet, hogy tényleg a fennálló jogszabályok szerint ezek teljesen oké dolgok, másrészt lehet, hogy az ember azon, hogy mégsem azért akarjuk, hogy az ellenzék nyerjen, hogy ezek ugyanígy maradjanak. Igen, én ebből egyetlen egy fogalmat ragadnék ki, amiben teljes mértékben egyetértek szerkesztő úrral, hogy fel kell készülni, mégpedig különleges helyzetre kell felkészülni, ugyanis azt mindenki tudja, hogy ez nem egy hagyományos kormányváltás, mint akár 2010-ben, vagy bármikor korábban volt, amikor ugye a volt kormány tagjai, ugye hát ennek én is részese voltam az igazságügyi és rendészeti tárca esetében, akkor összeszedte a papírokat, és átadta az új kormány tagjának. Ez egy tulajdonképpen egy kétnapos művelet volt, tehát persze komoly előkészítés után. Itt nem erről lesz szó. Tehát itt nyilvánvaló, hogy
az ügyvezető kormány, amíg ugye nincs új kormány, nem alakul meg az új kormány, addig az ügyvezető kormány lényegében eléggé korlátlanul bármit megtehet költségvetési téren és egyéb területeken. Tehát éppen ezért az ellenzéknek napi forgatókönyvei kellenek, hogy legyenek már a választás következő napjától. Tehát amikor megvannak az eredmények, és tudjuk azt, hogy reményeink szerint győzött az ellenzéki nagy koalíció, akkor már kész programok kell, hogy legyenek, és ezeket nem lehet néhány nap alatt elkészíteni. Hát tehát ezek szakértők sokasságának kell már most, mégpedig tárca konkrétsággal, tehát nem általában, hanem minden egyes minisztériumra lebontva, hogy akkor ezen a napon ezt csináljuk, a következő napon ez a feladat. De van ilyen, tud arról, hogy folyik ilyen? Én nagyon remélem, hogy folyik ilyen gondolkodás. Azt tudom, hogy a közjogi átmenet kérdéseivel foglalkoznak jogi szakértők, de ezt tovább kell vinni, és legyünk annyira megértőek, hogy az ellenzéki pártok jelenleg elsősorban az előválasztással vannak elfoglalva. Ez érthető, hiszen ezt megígérték, ez egy fontos politikai akció, aminek komoly mozgósító ereje is van. Ezt látjuk a Fidesz reakcióiból is. De ezzel párhuzamosan, amint ugye hát itt október után már erre lesz lehetőség, rá kell fordulni gőzerővel arra, hogy a közigazgatási kapacitások hogyan fogják tudni ezeket a feladatokat ellátni. Hát és kik lesznek azok az emberek, akik ezeket a feladatokat ellátják? Honnan teremtődnek? Bár biztos van, aki tényleg közigazgatási szakember, és ha kell ide dolgozik, ha kell oda. Én úgy gondolom, hogy ma már nagyon kevesen maradtak a közigazgatásban azok a klasszikus köztisztviselők, akik valóban úgy gondolták, hogy ők a közszolgáiként a politikai, a kormányzástól függetlenül képviselnek egy szakmai racionalitást. Ezek kevesen maradtak, de vannak változatlanul. És nagyon sokan vannak, én úgy gondolom, azok, akiket ugye 2010-ben eltávolítottak, vagy maguk vállalták, hogy ott hagyják a közszolgálatot, mert reménytelennek látták a helyzetet. Hát én ugye elfogult vagyok a közigazgatási téma iránt, de nekem az a véleményem, hogy az elmúlt 12 évben a legnagyobb pusztítások egyike az, ami a közigazgatásban történt. Tehát a folyamatos átszervezésekkel, értelmetlen szervezeti változtatásokkal, a hatalmi koncentrációval, a politikai diszkriminációval. Egy csomó ember elmenekült azért, mert azt mondta, hogy ezt ő nem tudja vállalni, de ezek megvannak. Tehát én úgy gondolom, hogy az ellenzéki pártok igenis komoly erőkre számíthatnak, akik nyilvánvaló, hogy nem pénzért, tehát nem anyagi ellenszolgáltatásaiban, egyszerűen az ügy szolgálataként szívesen segítenek ezeknek a problémáknak a kidolgozásában, felépítésében és közigazgatási megszervezésével, mert ugye a közigazgatás az egy nagyon gyakorlatias, nagyon szervezés igényes, de hát az egész kormányzásnak ez a lelke. Jó, de itt szóval olyan aknák vannak, most kettő jut eszembe, de valószínűleg végtelen számú van, hogy mondjuk a Fidesz előre hozta egy jogi trükkel, azt hiszem 2 hónappal vagy 3 a köztársasági elnök választást, így még ez a parlament választatja meg a köztársasági elnöket, amelyben tuti többség van, tehát egy új kormánynak adott esetben egy Kövér László köztársasági elnöke, nem biztos, hogy ő lesz, lehet, hogy Trócsányi, vagy nem tudom kicsoda, kell együtt dolgozni a... És ezzel nehéz mit kezdeni, miközben hát látjuk, hogy milyen álságos módon választották meg, vagy a másik a centralizáció, amit mondott, hát attól még ez a klik, meg iskola fenntartó, meg ezért még a krétát ugyanúgy a nem tudom, járási pártbizottságon kell megrendelni, és ettől nem fog felgyorsulni a közoktatási javulsziangyalása. Van egy személyi dimenziója, és van egy költségvetési dimenziója. Én nagyon-nagyon technokrataként gondolkodom a kormányzásról, de én ugye abból indulok ki mindig, hogy egy kormány alapvető lehetősége abban van, hogy évente van egy állami költségvetés, ami körülbelül 25 000 milliárd forint felett rendelkezik.
ez egy borzasztó átlagember számára felfoghatatlan összeg, de ebben mindig vannak mozgási lehetőség, mindig vannak prioritások. Most nem akarom azt az elcsépelt, de szerintem mindenki számára nyilvánvaló dolgot mondani, hogy hát nem építünk több stadiont. Tehát ezt egy kormány bejelentheti. És azt a mozgásteret, amit a költségvetés biztosít, és mondom, itt nagy pénzekről van szó minden évben, azt a mozgásteret az egészségügyre, a lepusztult közoktatásra és azokra a területekre fordítjuk, és ezek nem csodadók, tehát nem csodatevőkre van szükség. A dolognak a másik része pedig az, hogy ugye a személyi konstellációk, mit lehet, ugye ez érinti a közjogi reform problematikáját. Én hadd mondjam erre azt, és nem akarom megkerülni a kérdést, hogy rengeteg szellemes jogi megoldás és lehetőség van, de ezekről nem kellene a sajtóban nyilvánosan beszélni. És ennek nem az az oka, hogy titkolózni kell, és hogy valami ugye mindig emlegetik a füstös szobákat és ezeket a nagyon látványos dolgokat, de itt másról van szó. Itt arról van szó, hogy van egy politikai harc, amelynek az egyik szereplője az rendelkezik a teljes kormányzati hatalommal, a titkos szolgálatokat beleértve és minden kapacitással, a másik oldalon pedig egy nagyon nyomorúságos anyagi helyzetben lévő olyan ellenzék, ami a civilek támogatására, az emberek önkéntes segítésére és hasonlókra támaszkodhat. Hát teljesen értelmetlenség elmagyarázni azt, hogy mi most milyen jogi megoldásokra gondolunk akkor, és akkor, amit szerkesztő úr felvetett, hogy a köztársasági elnök, nyilván vagy a köztársasági elnököt használni akarják. Azt is tudjuk, hogy ugye beépítettek a közjogi rendszerbe olyan aknákat a költségvetési tanács jogaitól kezdve, amivel egyszerűen lehetetlenné teszik a kormányváltást jogi értelemben. Erre is fel kell készülni, de én úgy gondolom, hogy ennek a konkrét kibeszélése nem szerencsés, hiszen itt egy politikai harcról van szó. Tehát ha most nem akarok senkit megbántani a jogász kollégák közül, de ha valaki naponta elmeséli a sajtóba, hogy ő neki milyen verse van egy ilyen közjogi probléma megoldására, akkor a Fidesz röhögve meg fogja változtatni azt az alkotmányos tételt. Egyrészt igen, másrészt nem beszélünk nyilvánosan, említette a titkosszolgálatokat, a Pegazos ügye, amit tudom, micsoda, akkor is tudni fogják. Lehet, hogyha nem szerepel nyilvánosságban, hogy két perccel tovább tart hozzájutni, de még ez sem igen, biztos. De én mindenképpen azt gondolom, hogy ennek ez a bizonyos közjogi reform vagy közjogi forradalom kérdése, ez nem nyilvános megvitatás témája, elsősorban azért, mert ez egy olyan szakmai kérdés, amivel foglalkozni kell, nagyon intenzíven foglalkozni kell. Én úgy tudom, hogy ilyen szakmai munkák, előkészítő munkák vannak is, és természetesen ezt a maga idejébe meg kell a nyilvánosság előtt is jeleníteni. Ugye ezek azok a feladatok, amit mondtam, hogy a forgatókönyvnek már a választás második napján ilyenekkel kell foglalkozni. Most szívem szerint azt mondanám, hogy amíg után nyert az ellenzék, akkor utána törölje el ezt a fideszes rendszert két perc alatt, legyen egy teljesen új világ. Ellenben azért honfitársaink egy nagyon jelentős része mégiscsak azt a világot szereti, valamilyen előttem egy nem teljesen értett okból, de ez is egy másik kérdés. Vagyis így az lesz, hogy akkor hát akkor négy évig ilyen virtsapt van, aztán négy év után jön egy következő rendszerváltás mindjárt, mert ők meg azt gondolják, hogy ne legyen demokrácia, a főnök mondja meg mindig, hogy mi a tuti, és vigyük haza az összes kaszinót és vasúti pályaépítést, mert nálunk meg ez a politika. Tehát, hogy meddig tartható, vagy nincs is más esély, hogy ez így marad most már örökké. Én abban reménykedem, és ezt szeretném az ellenzéki pártoknak, hogy úgymond biztatásként ajánlani, hogy én úgy gondolom, és akkor egy kicsit ezzel visszatérünk az európai témához, hogy az emberek egy új kormánytól, különösen amikor nagyon sok okuk van az elégedetlenségre a régivel kapcsolatban, mindig valamiféle vízióra, valami biztató dologra várnak.
Na most a gazdaságpolitikában, a szociálpolitikában rengeteg konkrét dolgot lehet mondani, de ezeknek általában nincs olyan mozgósító ereje, nincs olyan jövőbe mutató, hát érzelmi töltete, amit lehet mondani is. Én az Európai Uniót azért tartom egy erre alkalmas témának, és azért kellene ezt nagyobb hangsúllyal, markánsabban szerepeltetni az ellenzéki kommunikációban, mert ez a fiatalok világa. Tehát tessék megnézni, hogy Magyarországon a fiatal generációk elsöprően Európa pártiak. Ez egyébként a világon mindenütt így van. Hát a szerkesztő biztos emlékszik, meg a nézők, vagy hallgatók is emlékeznek arra, hogy ugye a Brexit sokkoló népszavazása után a fiatalok kimentek a Trafalgar térre a táblákkal, hogy köszönjük, Nagyi. Hát persze, hogy ezt ironikusan értették. A fiatalok igenis Európát akarnak, Európa pártiak. Egy szabad, demokratikus Európába utazni akarnak, dolgozni akarnak, szórakozni akarnak. Ez az ő világuk, őket már nem lehet visszaterelni abba, hogy majd a hegyes halomnál megint meg kell állni. És a dolognak van egy szakmai része is, hogy ahogy a világ alakul, és ugye ezt számos szakmai érvel alá lehetne támasztani. Ugye ez a sokat emlegetett nemzetek Európája gondolat, ugye az Orbán kormány állandóan ezt hangoztatja. Ez egy butaság. Elnézést, hogy ilyen drasztikusan fogalmazok, de egy olyan világba, ahol az egész gazdaság ugye hálózatokba rendeződik, ahol digitálisak a szolgáltatások, ahol a járványügyet, a közösségi médiát, az adórendszert, de ezt nem lehet nemzeti alapon szabályozni. Ez technikai értelemben is képtelenség. Tehát igenis az ellenzéki pártoknak föl kell vállalni, hogy ezek a kérdések csak európai szinten oldhatók meg, csak nemzetközi összefogással. Óriási jelentőségű például, ami az adórendszerbe történt az elmúlt hetekben, és hogy az ellenzéki pártok nem nagyon foglalkoznak ezzel, hogy ugye a G7-ek felvetették azt, hogy 15%-os minimális társasági adó legyen. Igen, a világkormány már rögtön mondta, hogy itt aztán nem. Na de hát ez egy világtörténelmi jelentőségű bejelentés. Egy olyan világban, amikor a multinacionális cégeknek a profitjának a 40%-át azt adóparadicsomokba viszik ki. Hát nem kell nagy szakértőnek lenni annak a belátásához, hogy a nemzetközi összefogás a hálózati gazdaságok korában csak integrált szinten lehetséges, és hol lesz Európa, hogyha a nagy globális versenybe, ami várhatóan ugye újraindul a Covid után, Kínával, az Egyesült Államokkal kell versenyeznie, és mi 27-féle nemzeti zászlót lobogtatunk, és 27-féle adórendszert kell megismernie annak a befektetőnek, aki azon gondolkodik, hogy most Európába hozza a pénzét, vagy az Egyesült Államokba. Tehát rengeteg érv van, én úgy gondolom, az integráció mellett, és ennek van egy társadalmi bázisa elsősorban a fiatalabb generációban. Egyébként ez azért is érdekes, mert szerintem éppen a mondjuk az ellenzéknek, illetve ez látszik a felmérésekből, jóval nagyobb a támogatottsága a fiatal városi, nagyvárosi emberek között, a magasabb iskolai végzettségűek között, és rosszabb a szerényebb anyagi lehetőségek között élők, a vidéken élők, iskolázatlanok körében. Tehát lehet, hogy valamit mondani kellene, olyasmit, amit azokat az embereket is eléri, akiknek egyébként az, hogy hegyes halomnál megállítanak, vagy sem, értelmezhetetlen fogalom, mert Budapestig nem költözik el, vagy Nógrádból Vasmegyében nem költözik el a munkahely után. Természetes, ez ugye kommunikációs kérdés, és itt nyilvánvaló, hogy az internet lefedettség, a közösségi média használat, hát ugye ezek eléggé közismertek dolgok. Más a nagyvárosokban, más a középvárosokban, és más a kis településeken. De hát nyilvánvaló is ennek vannak jelei, hogy az ellenzéki pártok a választási felkészülésekben különböző módszerekkel próbálják eljuttatni az üzeneteiket. Tehát én optimista vagyok, hogy az előválasztás lecsengése után ezekre a tartalmi kérdésekre helyeződik a hangsúly.
Igen, szóval nem tudom azt elképzelni, pedig hát biztos valakit, mondjuk szerencsére nem is nekem kell, amiről az előbb beszéltünk, hogy hogyan lehet átvenni egy olyan nem igazgatási rendszert, talán ez több is, mint a közigazgatás, hiszen gazdaság irányítástól kezdve mindenfélét, ahol ennyire jogilag, személyekben, trükkökkel, alapítványi kiszervezésekkel, odaadott munkát, több százmilliárdos boltokkal, hát kiszervezték az országot elég alaposan. Igen, én úgy gondolom, hogy egy sor kérdésre vannak racionális megoldásaink, jogi megoldásaink is vannak, de egy választás az mindig érzelmek kérdése alapvetően. És én látok annyi szellemi muníciót, szellemi tartalékot az Európa, az ellenzéki pártok politikusaiban, hogy meg fogják találni ezt az érzelmi töbletet is. Nekem van egy kedvenc idézetem, talán ezt most ide hozhatom, elég sokszor leírtam már különböző helyeken, ugye Jean Monnet az egyik nagy alapító atya az Európai Uniónak mondta sok-sok évtizeddel ezelőtt, hogy haladjunk, haladjunk, Európa népeinek nincs jövője az integráción kívül. Én úgy gondolom, hogy ezt komolyan kell venni. Amikor az Európai Unió létrejött, akkor annak az egyik oka az a tanulság volt, amit a második világháború okozott, ugye itt a közös szén, acélunió, a nem tudom én micsoda. Tehát volt egy ilyen iszonyatos sok, aminek az volt a felismerés, hogy valahogy együtt kell működni, de ugye ez a sok elmúlt generációk miatt is, meg hál' Istennek egy békés világba nőttünk fel, tehát most úgy tűnik, hogy kicsit itt kötözködni, mintha ez egy olyan tét nélküli dolog lenne, nincs már olyan tényleg nemzetek életébe, halálába kerülő tétje, mint mondjuk volt a Schumanni és Monnet időkben, tehát ugye a De Gaulle időkben mindegy. Igen, de ha most ez egy nagyon... Bár 2 percünk marad, bocsánat, hogy itt vetek fel filozófiai problémákat. Nagyon, nagyon demagognak is tűnhet, amit mondok, de kérdezzük meg a magyar fiatalokat, akik felsőoktatásba szeretnének tanulni, hogy számukra fontos-e az Erasmus program. Apróság a nagy egészhez képest, de hát egészen nevetséges, ami Nagy-Britannia kilépése kapcsán többek között, ugye ez azzal is járt, hogy a brit felsőoktatásban tanulók ugye kimaradnak az Erasmus programból. Tehát én úgy gondolom, és hogy... És a brit egyetemek sora megy csődbe, mert nem tőjönnek az európai, inkluzíve a magyar hallgatók. És Európát ugye nagyon-nagyon sokan támadják a jogszabály dömping, a túlszabályozás és egyebek miatt, de itt megint van egy klasszikus idézetem, Romano Prodi, aki azt mondta, hogy Európát nem a nagy, magasztos eszmékkel, hanem a traktorülések szabványjogi harmonizációjával lehet építeni. Ez egy kicsit durva kijelentés, de számomra nagyon értékes és lényegre törő. Köszönöm szépen, Forgács Imre, volt igazságügyi és rendészeti miniszternek, hogy itt volt.